Nagy megtiszteltetés, hogy Galgóczi Erzsébet, mint Kossuth díjas írónőnek az emlékszobában vagyunk, és hogy a Kossuth díja is itt van nálunk, úgyhogy ezt is a látogatók megnézhetik. Nagyon kevesen vannak a megyében egyébként, akik irodalmi vonatkozásba kaptak Kossuth díjat. Nagy Vilmos, a Bezerédi kastély vezetője mutatta be stábunknak azt az emlékszobát, mely Galgóczi Erzsébet budapesti lakásának hiteles mása, hiszen a berendezések, a tárgyak a Kossuth díjas írónő otthonát díszítették, szinte teljesen úgy, ahogy azt napjainkban Mémfőcsanakon is megtekinthetik az érdeklődők. A tollforgató mindig is nagyon kötődött szülőfalujához, büszke volt származására, ahogy a csanakiak és a győriek is büszkék az írónőre. Itt Mémfőcsanakon nagyon ismerik és nagyon szeretik, hisz a témáinak jelentős részét azt itteni embereknek a történeteiből vette. Nagyon tudott figyelni az őt körülvevő eseményekre, azt mondták róla, hogy nagyon éles szeme van, és ezeket az itteni történeteket, de nem csak mémfőcsanakiakat, hanem Győr környéki embereknek a történeteit vette alapul nagyon sokszor az írásainál. A helyiek mai napig tudják, hogy ki kinek a nagyapja volt, vagy dédapja, vagy kinek a történetéről van szó, ezért is forgatják szívesen a mai napig az ő műveit. Galgóczi Erzsébet az irodalmi szociográfiának nagymestere volt, amerre járt, mindig az igazságot kereste. Nagyon figyelt arra is, hogy mi történik a hazájában. Ezen impulzusok hatására születtek sokszor a novellák, regények is. Halálának 25. évfordulója van most idén májusban. Ez mindenképpen alkalmas arra, hogy rávilágítsuk a figyelmet, egy kicsit fölhívjuk a figyelmet Galgóczi Erzsébetre, hogy vegyék elő a műveit és olvassák. Ezért május 16-án egy emlékműsorral várja a Bezerédi kastély az érdeklődőket. 13 órától meghívott vendégek idézik fel a múltat, így például az író testvére Galgóczi József is, de az ünnepségen megjelentek, később a Mémfői temetőben megkoszorúzzák majd Galgóczi Erzsébet sírját is.